Jól indultam, annál rosszabbul folytatódott a Rábátó FC számára a szerdesti magyar kupa összecsapás, az Aramis ellen. Rögtön a második percben sikerült ugyanis vezetés szerezni Solano révén. Aztán pár perccel később jött az egyenlítés a budaörsiek részéről. Hosszú Ádám volt eredményes. A folytatásban mindkét együttes keményen támadott. Egyik és a másik kapu előtt is voltak veszélyes helyzetek, ám az összes lehetőség kimaradt. Nagyjából 5 perccel a félidő vége előtt kétszer is büntetőt rúghatott az Aramis, az elsőt még védte Matkovics, a második azonban már kifogott rajta. Frank Tamás találatával vette át a vezetést a vendéggárda. Egy perccel később pedig jött az újabb budaörsi találat, Horváth Norbert révén. A szünetig még Lódinak sikerült szépíteni az eredményen, így 2-3-as állással vonultak öltözőbe a felek. A második félidőben tempót váltottak az zöldfehérek, és feljavult a játékuk is. Akkorra azonban egészen a 27. percig kellett várni. Az egyenlítő találatot Pála megszerezte, ezután azonban már egyik csapatnak sem sikerült kapuba találnia. Jordi Illa, a klub vezetőedzője a mérkőzést követően a csapat hivatalos honlapján úgy fogalmazott. Elsősorban fejben maradtak alul az Aramisszal szemben. Nem tudtak úgy harcolni az első félidőben, ahogy szerettek volna. A továbbjutást február elején Budaörsön döntik majd el a csapatok.